Még közbevetnék egy-két fontos információt. Mint látjátok, van itt kamera is. Van minden előadón ráakasztott ilyen kis eszköz, ami a hangot is rögzíti. Ez arra szolgál, hogy egyrészt az előadások, de már a tegnapi MMK-s program is elérhetővé váljon, és erre majd későbbiekben lesz talán kivetítve is, hogy milyen elérési mód lesz. Ez egy szerkesztett változat készül az előadásokról, tehát ödönelezőzőleg arról beszéltünk, hogy az alvó embereket azért majd úgy kivagdossuk a képekből, ez csak ilyen nyilván nem fordult a belő, tehát ez tudjuk jól, de ezek majd megtekinthetők lesznek, illetve hát az előadások anyagai is hozzáférhető lesz. Ezt erről majd kivetített információk is rendelkezésre fognak állni. Jó, köszönjük szépen, és akkor következő előadó a BKB villamos infrastruktúra főmérnöke, méltó utódom Vajda Szabolcs úr, aki a energia visszatáplálás lepényeiről fog egy kicsit tájékoztatni minket. Köszönöm. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt időszakban, években rengeteget foglalkoztunk feszültség árammérésekkel, energiamérésekkel, illetve jelenleg is futó projekteink vannak ezzel kapcsolatban, és erről szeretnék nektek egy rövid összefoglalót bemutatni, hogy hol is tartunk, milyen tapasztalataink vannak. A villamos infrastruktúra átalakítások valamilyen módon mindig kapcsolódtak járműbeszerzéshez. 1980-as évek eleje a Tátra beszerzés volt, akkor rengeteg pozitív tápkábelt húzatott ki a BKV, nagyon komoly pozitív hálózat megerősítések történtek, utána 2006 környéke ugye a kombinó program volt, a nagykörúti átalakítások voltak, illetve 2013-14 után a KAF program történt, 1-3-as villamos átalakítása. Jelenleg is szó van arról, hogy a KAF villamosok darabszámát talán tovább tudjuk növelni, illetve vállalta a BKK-BKV, hogy a KAF villamosok minél több helyen jelenjenek meg, az alacsonypadló szolgáltatás területe növekedjen, ezért például az 50-es villamosvonala és az 56-os villamosvonala mind pálya, mind áramellátási szempontból átalakításra kerül, igazítják a KAF igényeihez. Ezeket a könyveket talán nem kell senkinek se bemutatnom. Király Dezső bácsi, Prágai Pál, 1978-79, utána 92 Tóth Borók rendszerleírási terve. Alapdokumentumoknak tekintjük őket, de öregek lassan, tehát például komplett fejezetek szólnak arról, hogy a vas munkavezetékkel mit kell csinálni, eljárt fölöttük az idő, előbb-utóbb valamilyen úton, módon frissíteni lesz majd szükséges ezeket, de a hálózatunk jelentős része az ezek alapján került kiépítésre. És az 1-es villamos pozitív példái következtében a 4-es, 6-os villamos átalakítása, vagy akár a budai fonódó is ezen szemlélet mellett, ezen fő irányvonalak kijelölése mellett került ki a megtervezésre, majd kialakításra. Az áramátalakítóinknak az elvi felépítéseit az elmúlt évtizedekben nem változott semmit se. A jelen szempontukból talán az a legérdekesebb és legfontosabb tulajdonságuk, hogy egyirányú energiáramlást tesznek lehetővé, tehát a egyenfeszültségű gyűjtősínről az elmű irányában, középfeszültség irányában nem tudunk visszatáplálni. Gondolatban, szakmai szinten elkezdtünk már ezzel foglalkozni, hogy milyen úton, módon lehet esetleg ezt megváltoztatni. Indikatív árajánlatig is eljutottunk. Nem is az árajánlat nagysága önmagában a problémakör, hanem a beépítésre kerülő berendezés mérete jelentősen nagyobb, mint egy jelenlegi egyenletói. Tehát a meglévő épületeink alapból alkalmatlanok arra hely szempontjából, hogy változtassunk rajta.
Kültéri hálózatunk is az elmúlt 50 évben lényegében nem változott, áramátalakítókból, földkábeleken keresztül állunk ki, eljutunk a vonal közelében, majd a légkábelre, vagy közvetlenül akár a munkavezetéken jutatjuk el a villamos jármű számára az energiát, és a sineken, trolli esetében pedig a negatív munkavezetéken keresztül és negatív szívókábeleken keresztül záródik az áramkör. Két fő táplálást alkalmazunk Budapesten. Nagyon nagy mennyiségben van még továbbra is sugaras táplálátású rendszer, amikor egy oldalról tápláljuk a tápszakaszokat. Így ugye a tápszakasz végén jelentős feszültségesések tapasztalhatóak. A modern járművek, illetve a nagyobb darabszámú járművek esetén ez a feszültségesés akár már olyan mértékű is lehet, ami a jármű üzemeltetését zavarja, jármű újraindulhat, és egyéb problémákat okozhat. Ezzel külön foglalkozunk, illetve foglalkoztunk is a múltban. Központi vonalakon, a nagyobb sűrűségre tervezett vonalakon pedig ugye párhuzamos tápellátást alkalmazunk. Ez egyrészt ugye az a jellemző, hogy két oldalról van megtáplálva a tápszakasz, jelentősen nagyobb keresztmetszetekkel történt a kiépítése, kisebb a feszültség letörés középen a feszültségesés, de üzemeltetési szempontból azért van egy olyan előnye is, hogy a nagyobb kiépített keresztmetszetek esetén például egy egyszeres áramátalakító hibára talán nem annyira érzékeny, tehát végszükség esetében akár egy oldalról is ideiglenesen el lehet vinni ezt a tápszakaszt, így ugye amikor valamilyen üzemeltetési problémánk van, van menekülő út és meg tudjuk oldani a járművek közlekedtetését. Föl szokták időnként tenni azt a kérdést, hogy mennyi a hálózatunknak a vesztesége. Nagyon egyszerű a kérdés, de nagyon nehéz rá a válasz, ezért kértem a kollégáimat, hogy jellemző helyeket találjanak, és mechanikus módszerrel számolják végig a veszteséget. Választottunk ugye egy nagykörúti párhuzamos tápellátást, egy villamos sugaras tápellátást, illetve egy trolibusz tápellátást, így meg tudtuk azt határozni, hogy ki lehessen mondani, amikor egy nagyon egyszerű kérdés felhangzik, hogy mennyi a hálózatunk vesztesége, 5-10% között van. Ahol ugye nagyobb forgalom van, jelentősebben nagyobbak a keresztmetszetek, ott 5% magasságában van a hálózatunk vesztesége. Ahol kisebb a forgalom, távolabb vagyunk mindentől, ott azért nagyobbak a veszteségek. De ugye hozzá kell tenni, ahol nagyobb forgalom van, ezen a kisebb veszteségen is sokkal több energiát tudunk elégetni és fűtjük el a levegőben. De mint fő irányszámot talán érdemes megjegyezni, hogy a hálózati veszteség Budapesten az 5-10% között van, helyszíntől függően. Amikor a hálózatainkat méretezzük, két fő szempont vagy két fő elv alapján méretezzük a hálózatunkat egy új hálózat kialakításánál. A tervezőnek föl kell venni a betervezett keresztmetszeteket, meg kell határoznia minden host, minden ellenállást, és mint szakközépiskolában vagy utána az egyetemen egy ellenállás létrát szépen lépésről lépésre végig kell számolnia, és ugye meg kell határozni a végponti hurokellenállásokat, ami alapján majd lehet védelmet is tervezni, végponti zárlat áramot, érintésvédelmet és egyéb dolgot. Ugye a másik fő méretezés az az áramra méretezés, ugye, hogy mennyi áramot, milyen ideig engedünk folyni a hálózaton. A kivágott kép ugye csak egy elvi kép, egy egyenirányítóbólnak a védelméből származik, de akár 0-4-es hálózaton is mindig ilyen képeket lehet látni. Ami egy kicsit különböző, az a munkavezetéknek a méretezése. Az új szabvány kellően bonyolultan fogalmazza meg, hogy hogyan kell a munkavezetéket méretezni, és mennyi áramot, mennyi ideig lehet rajta megengedni. Ez egy sokkal régebbi ábra, szerintem simán megvan 50 éves, de az élet bizonyította, hogy ez egy nagyon jó ábra is, nagyon jól működik. Amit mindenképpen érdemes megjegyezni rajta, és remélem, hogy nem kikapcsolom, hanem megmutatom, ez. Itt a vége, hogy ugye 4-500 amper közelében van az az árammennyiség, amit egy 100 négyzetmilliméteres munkavezetéken engedünk hosszabb ideig tartósan folyni. Hogy is köthető ez majd a visszatápláló járművek problematikájához?
később rá fogok térni. Előtte arról szeretnék még egy gondolatot mondani, hogy a méréseink a lehetőségek miatt elsősorban áramátalakító irányából történnek, hiszen az elmű elszámolás miatt ott folyamatosan mérjük a kiáramló energiamennyiséget. Kötelezően havonta, illetve évente ellenőrizzük, hogy milyen változások vannak, összesítjük őket, nyomon követjük, hogy egyáltalán valósak ezek a fogyasztások. Egy dinamikusan változó budapesti közlekedésben nagyon nehéz azt megállapítani, hogy egyes fogyasztások mennyit változtak, jogos-e az a fogyasztásváltozás, vagy nem jogos, hiszen vannak vágányzárak, vannak forgalmi teljesítményváltozások, és bizony a téli-nyári hőmérséklet is jelentősen befolyásolja a fogyasztás. Télen fűtjük a járműveket, nyáron ugye egyre több járművet klimatizálunk, és jelentősen megdobja a fogyasztást. Érdekességképpen beszeretném mutatni. 2011-ben az összesített fogyasztásunk 118 gigawattóra volt, ez kimondottan a vontatási fogyasztás. 2019-ben 117 gigawattóra, ez lényegében hibahatáron belül ugyanazt hoztuk. Sok minden változott közbe, jelentek meg új járművek, változott a forgalmi teljesítmény, más volt a hőmérséklet is, és ugye fölteszik azt a kérdést, hogy ha megjelentek az új energiatakarékos járművek, akkor miért nem változott még így a fogyasztásunk? Nem változott meg a fogyasztásunk. Ugye az új járműveknek a segédüzeme olyan jelentős energiaigénnyel rendelkezik, ami összemérhető a vontatási feszültség, vagy a vontatási energiaigénnyel. Kimondhatjuk azt, hogy bár energiatakarékosok az új járművek, a kényelmi funkcióknak, a korszerű hűtés-fűtésnek bizony ára van energia szempontjából is. És elértünk a visszatáplálós járművek méréséig. Amikor megjelentek a visszatáplálásra képes villamos járművek, rendelkezésre álltak valamiféle gyártói adatok, de ugye éjszakánként elkezdtük őket mérni, hogy mégis milyen áramot is vesznek fel pontosan. Itt egy nagyon egyszerű gyorsítás és fékezés van egy KAF típusú járművel. Egy gyorsítás, egy kifutatás, majd lényegében egy fékezés. Visszaemlékezve a két diával ezelőtti állapotra, ugye az alapprobléma már látható talán, 400 ampernél magasabb a gyorsítási áram, tehát jelentősen megmelegítjük gyorsítás közben a munkavezetéket, míg a régi jármű lassítás közben hagyta a munkavezetéket hűlni, hiszen fékellenállásokon melegítette el a villamos energiát. Az új jármű arra a megmelegedett munkavezetékre még elkezd visszatáplálni, és tovább melegíti azt. Az áramátalakító ebből azt fogja érzékelni, hogy kevesebb összteljesítmény szükséges, hiszen az egyik jármű át tud táplálni a másik járműnek, de bizony az infrastruktúrát ezek a fékezési szakaszok jobban megterhelik. Meg vagyok róla győződve, hogy a jövőben erre különösen készülni kell majd, hogy mekkora terhelés növekedést okoznak ezek a visszatáplálások és rekuperációk, akár hálózati végponton is. Végignézve ezt a hálózatot, meg lehet ugye, vagy ezt a gyorsítást, meg lehet állapítani, hogy mennyi a gyorsítási áram, hány másodpercig veszi fel, mennyi a lassítási áram. Ami talán sokkal fontosabb, az az energiaigény. Áramátalakító oldaláról az összesített energiaigény az mindösszesen 1,65 kWh volt, viszont a felső vezetéken megforduló energiaigény az már 3,25 kWh. Nagyon egyszerűen ezt az áramátalakító energiaigényt tudjuk követni, és itt láttuk, hogy havonta meg évente követjük, de erről az infrastruktúra terhelő energiaigényről nincs semmilyen információnk, nagyon nehéz követni, hogy mikor melyik jármű melyiknek táplál, hogyan alakul a pontos visszatáplálás, de lehet látni, hogy azért nagyon jelentős a különbség, és felmerült az bennünk, hogy ezzel bizony foglalkozni kell, valamilyen úton, módon meg kell ezeket az energiákat mérni, hogy pontos képet kapjunk a hálózatunkról. Sok eszközünk nem lévén,
Mindig sajnálatos módon a múltban villamosokat kellett preparálni, laptoppal, mérősöntökkel föl kellett ülni a villamosra, és ebben az esetben itt az áramellátás kollégái fölülve, átalakítva a villamost, ideglenesen fölülve a villamosról, fölülve a villamosra, ugye egy teljes végállomástól végállomásig áramfelvételt mértek végig, és ugyanúgy az egy-egy gyorsítás mellett egy komplett hálózat ellenőrzés és villamosjármű ellenőrzést végeztünk. Utána a méréseket mechanikus módon Excel táblázatba töltjük, el lehet kezdeni azzal foglalkozni, hogy azokból a tized másodperces mérésekből milyen adatokat tudunk kinyerni, de ez ugye nagyon egy humán erőforrás igényes munka. Egy-egy mérésnél is napokat vesz valamelyik mérnök idejéből el, hogy ezt végig számogatja, de amikor nagy mennyiségben szeretnénk majd ezeket a méréseket elvégezni, akkor egészen biztos, hogy ez az Excel táblázat ez nem jövőbemutató és túlságosan erőforrás igényes. Mit mutatott ez a teljes vonali mérés? Itt is azt lehet látni, hogy viszonylag egy magas visszatáplálási arányt tudtunk mérni, és a villamos fogyasztás, a visszatáplálás, illetve a jármű pozitív munkája között jelentős eltérések vannak, bizonyítva azt, hogy az egyszerű egygyorsítás, egyfékezés egy sokkal hosszabb vonalon is kimutatható ebből a tekintetben. Tehát ugye egy sűrű, jól képített budapesti hálózaton ez a visszatáplálási arány, ez egy nagyon reális kérdés. Több mérést és szimulációt elvégezve kértem a kollégákat, hogy nézzük meg, hogy milyen visszatáplálási aránynál hogyan alakul a nettó-bruttó energiaigény, tehát mi az, amit az áramátalakító lát, és mi az, ami a szedőn megfordul energiaigény. Amikor eljutunk 30%-os visszatáplálás arányában, akkor az energiaigény, amit az áramátalakító lát, és ami a szedőn megfordul, az kereken kétszeres. Ez egy nagyon-nagyon érdekes szám, hogy amit mi látunk az áramátalakítóból, amire gondolunk, hogy 117 gigawattóra fordul meg a hálózatunkon, az attól függően, hogy a hálózatunk melyik részén tartozunk, másfél-kétszeres energia nagyság is lehet. És ugye ez az energia mennyiség, ez az áram nagyság, amire valójában a kültéri hálózatot majd méretezni szükséges. És eljutottunk addig, hogy bizony, hogyha ilyen fontos problémával szembesültünk, hogy ezek a visszatáplálós járművek mit okoznak a hálózaton, ezt meg kell tudnunk mérni valamilyen módon. Ezért egy külön projektet indítottunk a villamos igazgatóságon belül a járművesekkel közösen. Mindegyik járműtípust felszerelünk egy ilyen mérőberendezéssel, söntkiépítés, mérőberendezés, felszerelés, vasúthatósági engedély, ami gyűjti a főáramkörön megjelenő teljesítményeket. Ez a műszer jóval többet tud, lehetőséget biztosít, mivel több csatornás, több söntöt alkalmazva a segédüzem leválasztására, stb. De még csak a projektnek az elején tartunk. Egészen biztos, hogy több időt kell rászánnunk, és több forrást kell rászánnunk. Egy egyszerű villamosnál lényegében tényleg ennyi csak a beépítés, hogy beépítjük a söntöt, és föltesszük rá a műszert. Egy bonyolultabb villamosnál viszont azért ez már sokkal kérdésesebb. Eleve két áramszedője van, két külön motoráramkörrel, vagy több külön motoráramkörrel. Nagyon hosszúak a vezetékezések, nagyon könnyen összeszedi a mérőberendezés a hibát. Sokkal komolyabb feladatot igényel a vezetékezés és maga a mérőrendszer kialakítása. Eljutottunk most már odáig, hogy akár a hosszú kafra, akár a kombinóra működő mérőberendezést tudtunk felszerelni. És itt van egy nagykörúti mérés, ez egy egészen friss mérés. Tavaly novemberben kezdtük el a mérőberendezéseket felszerelni. A hosszú járműveket hátrébb soroltuk pont a problematikája miatt, de megindultak most már a kombinó mérések is, és a kollégáim itt egy ilyen márciusi mérést értékeltek ki. Külön napokra. Sajnos ez is továbbra is valamilyen szinten mechanikus, tehát valakinek oda kell menni a villamoshoz egy laptoppal, föl kell mászni a tetejére, rá kell csatlakozni a mérőberendezéssel, laptoppal le kell tölteni az adatokat, majd el kell menni és Excel táblázatba ki kell értékelnie.
De hogy mi is érdekes ebbe a kombinómérésben, a járőrösek mindig mondtak ilyen elképzeléseket a visszatáplálásról, amit az infrások egy kicsit mindig kétkedve fogadtak, hogy valóban annyi a visszatáplálás, szinte lehetetlen. Az egy havi mennyiség 38%. Rendkívül jó arány. Nem tippeltem volna, rengeteget mértünk a Kovács Ferivel. Ha nekem tippelnem kellett volna Nagykörút, és azt mondom, hogy 30% jó indulattal. 38%. És akkor itt lehet látni, hogy elfogyasztott 22.710 kWh ebbe-abba a hónapban, de a szedőn 50.320 kWh energiamennyiség fordult meg. És ugye ez a jármű forgalomban volt kint, egy hónapig volt kint, és ugye itt érdemes akkor azon elgondolkozni, hogy ha mérünk 118 kWh-t, akkor valójában mennyi a hálózatunkat terhelő teljesítmény. Energiamérésekkel mindig foglalkoztunk, saját szakmai kihívások miatt is, néha meg feladatunk volt, de ugye az infrások áram átalakítóból tudtak elsősorban mérni, ha kültérre kellett menni mérni, az mindig egy kicsit nehezebb volt, hogy hova tesszük a mérőeszközt, ki vigyáz rá, IP védettség, stb. Áram átalakítóból jóval egyszerűbb volt mérni. Ennek a mérésnek volt egy ilyen mérési sorozat, az volt a célja, hogy a távolból próbáljuk azt megállapítani, hogy jelentkezik-e energiafelesleg a hálózatunkon, vagy mennyi energiafelesleg jelentkezik a hálózatunkon. Mivel az áramátalakító csak egy irányba tud az energia folyni, amikor visszatáplál az egyik jármű, valamelyik másik járműnek föl kell venni ezt az energiát. Ha nem veszi föl azt a jármű, azt a visszatáplálású energiát, akkor a visszatáplálfékező jármű a feszültséget magas szinten tartva próbálja azért visszatáplálni. Ezt a magas szinten lévő feszültséget igyekeztünk mérni, hogy az idő hány százalékában a gyűjtősín feszültsége, az üresjeleti feszültséghez képest hogyan alakul, hogy egy ilyen teljes 24 órás mérést elvégezve, majd sorba rakva, világi áramátalakítóra nézve, ugye azt lehetett megállapítani, hogy az áramátalakítónak van lényegében egy üzemszünet ideje, ez az éjféltől 4 óráig, amikor sokkal kevesebb a közlekedő jármű. Táplál kocsi szintet nem 100%-osan igaz ez, de nagyon eldönthető, hogy amikor az áramátalakító lényegében folyamatosan kitáplál, akkor a feszültség alacsonyabb. Van egy üzemszüneti időszak, amikor a feszültség közel a névleges üresjárati közelében van, és bizony van a 24 órából egy 10-15%, amikor a gyűjtősín feszültsége magasabb, mint az üresjárati. Ez jelentheti azt is, hogy a gyűjtősínen csak megfordul az áram, tehát nem az egymás mellett menő villamosok adják át az energiát, hanem az egyik tápszakaszban fékező villamosnak az áram, a befolyik az áram átalakító pozitív gyűjtősínében, majd egy másik tápszakaszra kifolyik, de itt a vége, ahol már 725 és 750 volt közelében van az a jármű szabályozási feszültsége, ott egészen biztos, hogy azt mérjük, hogy a jármű próbálna visszatáplálni, de nincs gyorsító jármű a szakaszban, tehát ezt az energia mennyiséget lehetne megtakarítani valamilyen úton, módon, de ugye ez csak valamiféle következtetés, amit az áram átalakító gyűjtősín feszültségéből mérve próbáltunk megálmodni, ennél sokkal részletesebb mérésekre lenne szükség, hogy ez a mérőberendezés, amit az előbb bemutattam, például lehetne fékellenállást is mérni, hogy az idő hány százalékában mennyi energiát tiszipál el a jármű a fékellenálláson. Mennyit, amit visszatáplál, és mennyit, amit mégis fékellenállásan fog az a jármű eldiszipálni. Ez egy hatalmas feladat. Ez a mérőműszereknek a gondozása, mérések letöltése, mérések összeállítása, mérések értékelése, ez ugye a szokásos üzemeltetési feladataink mellett kell elvégezni. Amúgy is elég létszámhiányos a BKV mérnök tekintetében különösen, rengeteg feladat rónk rá, és nagyon nehéz megugrani. Ezért kutatásfejlesztési projektbe az Óbudai Egyetemet bemondva igyekszünk ezt automatizálni majd ezt a rendszert. Távleolvasással, adatbázis kezelésekkel, még több mérőrendszer telepítésével, akár helyszíni feszültségmérésekkel, és az Óbudai Egyetemnek az lenne a jövőbeni feladata, hogy megállapítsa, hogy mennyi ez a felesleges energiamennyiség, ami a hálózaton van.
hiszen annak az energia mennyiség biztos tudatában, megmért tudatában tudunk döntést hozni, hogy érdemes-e például áramátalakítókat átalakítani, hogy képesek legyünk visszatáplálni középfeszültségre, vagy mondjuk ilyen helyi energiatárolókat kell letelepíteni valahova, hogy ott biztos van energia, visszatáplálandó energia, amit nem tud a másik jármű felhasználni, hogy lehessen a jövőben nézni és gazdasági döntést hozni, biztos lábakon álljon és megalapozott legyen mindegyik mérésünk és mindegyik döntésünk. Ez a gondolat, hogy a visszatápláló jármű az kétszeresen melegíti a munkavezetéket, egészen biztos, hogy a tervezésekben is meg kell jelennie. Volt egy olyan stratégiánk, hogy a legrosszabbra készülve áramátalakító irányából és az áramátalakító szemléletet magunkével tudva a járműnek az energiaigényét úgy határoztuk meg, hogy a szimulációt elvégezve csak a pozitív energiaigényeket kellett a tervezőnek számítania, hiszen ha nem számolt a negatívval, akkor az egy pozitív csalás volt ebből a szempontból, annál biztos jobb lesz a helyzet, az áramátalakítónak biztos nem kell annyi energiát majd kitáplálnia, és ezért a tervező lehetőséget kapott arra, hogy csak a felső diagrammal számoljon minden esetben. Ezt a gondolatot többször kértük a tervezőt, hogy ezt a gondolatot végezve készítse el a terveit. Én úgy gondolom, hogy a jövőben ezt egyrészt meg kell hagyni, mert az áramátalakító irányából is mindenképpen egy helyes méretezésre kell, de egészen biztos, hogy fel lesz kérve a tervező, hogy a végpont felől is mindenféleképpen számításokat kell végeznie, hogy a végponton megjelenő visszatápláló villamos mit fog okozni a hálózatra, nem csak pedig az áramátalakító irányából kell neki az energiaáramlásokat számolnia. És azzal, hogy változtatunk majd a tervezéseken, egészen biztos, hogy amit elértünk a pályánál, amit elértünk a jelzőnél, hogy egy jól összerakott és elfogadott feltétfüzetet hoztunk össze, az feladatunk lesz az áramellátás terén is. Egyértelműsíteni kell a tervezők fele, hogy mi a pontos elvárásunk, de egyértelműsíteni kell a kivitelezők fele is, hogy amikor valami projektbe gondolkodunk, akkor milyen kábelt kell alkalmazniuk, mikor milyen munkavezetéket kell alkalmazniuk, és ez bizony logikus döntések mellé előre le kell írni, hogy ki milyen határértékekre és milyen premisszákra kell, hogy számítson, és be is kell őket tartani. Most is igyekszünk üzemeltető részéről leghelyesebben dönteni, de ugye ezek a döntések azért gazdasági következményekkel is járnak. Amikor előírjuk a 100-as munkavezeték helyett a 120-asat, vagy éppen az ezüstözöttet, akkor azt alá kell támasztani valamilyen módon, hogy miért is kérjük ezt, a beruházó jogosan kérdezheti meg, hogy nem-e gondoltátok esetleg túl azt a hálózatot. Ez a feltétfüzet, ez a leendő feltétfüzet a reményeim szerint ebbe segítséget nyújtana akár az üzemeltetőnek, akár a beruházónak, de a tervezőnek és a vállalkozónak is. És így végére egy kis gyakorlatiasság és jövőbe mutatás. Mindenki van annyira gyakorlatilag a teremben, hogy tisztában van vele, hogy amikor lefele jöttünk Bikarra, és amelyikünk nagyon sietett, és a 100-as vagy a 110-es utazó helyett mondjuk 150-re állította a tempomatját, az majd a benzinkútnál többet fog fizetni. Ugyanez igaz azokra a fiatalokra is, akik minden piros lámpánál padlógázzal indulnak, és nem a következő zöldre érnek oda, hanem ugyanúgy pirosnál, hogy hatalmasat fékezni kell, hogy a kocsit is jobban tönkreteszik, és bizony az átlagfogyasztásuk is sokkal magasabb lesz. Budapesten közlekedve nagyon sok járművezetőnél lehet tapasztalni ezt a fakezűséget, a padlógáz, padlóféket, nem figyel, hogy előtte milyen lesz a lámpa, hanem próbál gyorsítgatni. Tapasztalattal rendelkező kollégáim végeztek ilyen kísérleteket, hogy dinamikusabban vezettek, nem dinamikusabban vezettek, és a KAF jármű tudta számolni a fogyasztás, milyen fogyasztásbeli különbségek jelentkeztek. Néhány perces menetidő különbség bizony majdnem kétszeres fogyasztási különbséget eredményezett. Már láttam előzetes méréseket különböző villamosoknál hónapra levetítve, de naponként értelmezve. Ott is lehetett olyan napokat látni, amikor fel annyi volt a villamos fogyasztása, mint egy másik napon.
Van egy belső vita arról, hogy ezek a sorok mellé járművezető neveket írhatunk-e még, vagy nem írhatunk. Egészen biztos, hogy az hozza a jövő majd, hogy figyelnünk kell arra, hogy milyen vezetési stílust írunk elő a járművezetőknek. Ez a menetidő különbség picit bonyolultabb azért, hiszen akkor megváltozik a keringési sebességünk, és hogyha tartani kell a követési időket, akkor előfordulhat, hogy ilyen különbségnél már többletjármű beállításra szükséges, ezt részletesebben kell egészen biztos vizsgálni, de annyira jelentős a különbség, és talán annyira minimális a nyereség, hogy ezzel sokkal komolyabban kell majd a jövőben foglalkoznunk mindenkinek, és ugye egyáltalán nem mindegy, hogy egy 2,5 kilowatt óra per kilométeres teljesítménnyel számolunk járművenként, vagy egy egyközeli teljesítménnyel. Egyrészt ki is fizetjük azt áramátalakító oldalról, energia oldalról, másrészt pedig a hálózatunkat is talán feleslegesen terheljük vele. Amikor a múltban ilyen energiahatékonyságokkal és egyebekkel foglalkoztam, a végén mindig kellett valamilyen gazdaságossági számítást végeztem. Mikor készültem erre az előadásra és előkerestem régebbi anyagokat, 27 kWh-val kellett számolnom. Tavaly emlékeim szerint 35 forintos kWh-val kellett számolnom, és nagyon nehezen jött ki a gazdaságosság, nagyon, nagyon drága volt a bekerülési költség, nem akart sehogy csak kijönni, de mindig úgy fogalmaztam, hogy a jelenlegi energiárak mellett nem érdemes ebbe gondolkodni. Fogalmam se volt arról, hogy ugye ilyen hamar megváltozik az energiaára. Nincs most a fejemben pontos energia ára, miért a BKV vásárolja éppen aktuálisan a 90-et mondtam volna, tehát a 35-ről egy éven belül 90 forintra változott meg a kilovattórára. A gazdaságossági láb a környezettudatosság mellett hirtelen nagyon előtérbe fog kerülni, és nagyon újra kell mindenkinek gondolnia, hogy mennyire gyorsítunk, mennyire nyomjuk a gázt, hogyan terheljük az infrastruktúrát, és milyen hálózatot alakítunk ki a jövőben. Egészen biztos, hogy az infrastruktúra mellett a járművezetőket is be kell vonni majd ebbe a kérdéskörben, mert ilyen energiaárak mellett az a lehetséges megtakarítás, ez nagyon jelentős. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!